Kedves testvérek, ma az imáról szeretném egy rövid gondolatot megosztani. Időnként kérdeznek tőlem az emberek, hogy hogy lehet imádkozni, hogyan kell imádkozni. Ez a probléma már régóta létezik, Krisztus korától is. Ezért is föltette a tanítványok kérdést, hogy taníts meg bennünket is imádkozni. És az Úr tanította őket, hogyan kell imádkozni, hogy mik legyenek az imáinkban. Most az ima, valamennyien imádkozunk. Időnként érezzük, hogy az imáink az nem meghallgatásra talál. Vajon miért? Vagy nem érezzük az imáinkban az erőt? És igazán micsoda az ima? Imádság. Az én gondolatom szerint az imádság az, ami az a cselekedet, vagy éppen szavaink, gondolataink, minden, ami Istenhez száll, életről szól. Minden őszinte szándékből, szívből, lélekből fakadó cselekedet, szavaink, gondolataink, mint ima. Ahhoz nem kell éppen, hogy mi templomban leszünk, csak akkor lehet imádkozni, bárhol is lehet tényleg imádkozni. Mi lássuk, hogy Jézus elég volt zsinagógában imádkozni, mindig, amikor volt, akkor mindig tanította. Az ő imádság a legtöbbször természet közelében volt. Tehát bárhol is lehet imádkozni. A lényeg, hogy koncentrálni tudjuk, jelenben tudjuk lenni, és a gondolatainkat tudjuk emelni Istenhez. Viccesen lehet így mondani, hogy vannak emberek, akik templomban ülnek, közben gondolnak pálinkára vagy sőre, és talán vannak olyan emberek, akik kocsmában ülnek, de Istenre gondolnak. Nem számít, hogy hol vagyunk, de az számít, hogy milyen szándék, és az a szándék tiszta szívből tudjuk-e emelni Istenhez, és az az ima. És az bármikor, bárhol is lehet. Ahhoz, hogy így tisztán, őszintén tudjuk imádkozni, szükséges bűnbánat. Bűnbánat nélkül gondolom, hogy senki nem tudja emelni tisztán szívünket Istenhez, mert a bűn megakadályozza. Ezért először is tiszta szív szükséges ahhoz, hogy imádkozunk. Boldogok a tiszta szívűek, azok meglátják Istent. Most nagy bőti időszakban próbáljuk ezért, és teljes szívünkkel igyekezünk bűnbánatot tartani, akkor szívből tudjuk imádkozni. Szép napot kívánok!